Hazai pálya hibátlan maradt a csapat az őszi szezonban. Hogyan értékeled ezt a mérkőzést? Mennyire volt elégedett a látottakkal? Én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk, ugyanúgy, ahogy az egész fél éves munkánkkal és az eredménye. Első helyen fordulunk, igaz, hogy egy ponttal, de én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos volt a mi életünkben. Akkor a másik fontos az volt, hogy hazai pályán tényleg ne hívázzunk. A szezon elején volt sajnos két vereségünk, amire úgy nem számítottunk, becsúszott, de onnantól kezdve azt gondolom, hogy nagyon magabiztos a csapat, és tényleg egy sikeres fél évet zárt. Én abba bízok, hogy a második fél idő ettől még sikeresebb lesz, azért már csak jobban összeérünk, csak több munka lesz bennünk. Igaz, hogy a többi csapat is, és ráadásul egy nagyon nehéz második fél év vár ránk, ahol már nem nagyon hibázhatunk ahhoz, hogyha mi meg akarjuk nyerni a bajnokságot. Ez a mai mérkőzés is azt mutatta, hogy az első fél időben igazából még ismerkedtünk az ellenfelünkkel, mert abszolút nem ismertük őket, de azt gondolom a második fél időben kijöttünk, és egy olyan 5-10 perces etapot csináltunk, amivel tényleg látványos volt, nagyon szórakoztató, eldöntöttük a mérkőzést, tényleg egy olyan lendületet vittünk a játékba, a lerohanásokba, a támadásba, a szebbnél szebb megoldások, lövésekkel, úgyhogy tényleg élmény számba ment. A fizikális fölény hozta ezt a különbséget? Nem, abszolút nem. A fizikális fölény az utolsó 10 percben jön ki, vagy 15-ben általában. Én azt gondolom, hogy mentálisan a fiúk összerakták fejbe kicsit, hogy tényleg megint itt van ennyi néző, megint egy kicsit botladozott az első fél idő, nem úgy sikerült, hogy szerettük volna, és kijöttek és megmutatták, hogy mi ezektől sokkal jobbak vagyunk, és tényleg eldöntöttük a mérkőzést hamar. Voltak időszakok, amikor megnehezítették az egriek dolgát, igazából a győzelem az nem forgott veszélyben. Mennyire volt elégedett a csapat a játékával? Úgy gondolom, hogy amit mi helyzetünkben meg tudtunk tenni egy listavezető otthonában, egy nagyon korrekt első fél időt játszottunk. Ugye gyenge kezdés után megfordítottuk az eredményt, így szoros, kétgólos hátrányon indultunk, de sajnos a második fél időt is ilyen rosszul kezdtük, és ennek köszönhetően az Eger felépített egy magabiztos erőnyt, ami igazából, ahogy te is mondtad, nem fogott már veszélybe. Próbáltunk kapaszkodni, úgy gondolom gyermetek hibákat vétettünk, de igazából büszke vagyok a csapatra, hogy helytállt, tehát azért nem lettünk itt úgymond annyira lejátszva, sőt úgy gondolom, hogy több is lehetett volna ebbe, de hát nyilván ezt ki kell mondani, hogy győzött a jobb csapat. Mi az, ami leginkább hiányzott a játékukból? Hát a második fél időben úgy gondolom a sebesség. Tehát az első fél időben is időkelt, a távolságot nem éreztük abszolút támadásba, nagyon messze voltunk attól, hogy veszélyesek legyünk, ezt jól áthidaltuk utána, szép gólokat lőttünk, de a második fél időben tényleg, amit mondok is, hogy tehát ezen a szinten nem elfogadható hibákat vétettünk, tehát egy ilyen jó csapat ellen ez nem fér bele.